Köszöntöm Önöket! A mai műsorban elsősorban a művészeté, művészeteké lesz a főszerep, lesz zene, irodalom, de mindenek előtt H. Németh Katalin grafikus művészt köszöntöm. Üdvözlöm tanárnő, és engedje meg, hogy így hívjam, hiszen tanított engem persze, is. Igen. Még a Széchenyiben, de hát igen, milyen régen is volt. Nem feltétlen a grafikákról szól most a beszélgetésünk, hanem egy új kötettel jelent meg, interjú kötetnek is titulálhatjuk. Hogyan és hol született meg ez a könyv? Ezt Monokon írtam, ahol már 20 éve vagyunk a férjemmel. Vettünk egy parasztházat, nagyon véletlenül művésztelepre hívtak oda minket, aztán azt gondoltam, hogy unom már az ecseteket meg a papírokat húzgálni a kocsiban minden éven, és ezért nagyon olcsón vettünk egy parasztházat, mint ahogy mondtam, 20 éve ott vagyunk már nyaranta, és elérkezettnek láttam az időt, hogy nagyon sok érdekes emberi sorsot ismertem meg. Azt gondoltam, hogy ha ezeket nem írja le valaki, akkor ezek eltűnnek a semmibe. És nagyon érdekes történetekkel találkoztam. Összesen 50 emberrel beszélgettem, valahol a házaspárokat egy kalap alá vettem, valahol külön, attól függött, hogy milyen érdekes és milyen hosszú dolgokat mondanak el. A Kormonok nem feltétlen csak az elcsendesülés és az alkotásnak a helyszíne, hanem az interjú áradatoké is. Ilyenkor, amikor elkezdődött a beszélgetés különböző munkakörű és élethelyzetű emberekkel, akkor már az első pillanattól tudatos volt, hogy na ebből könyv lesz, ebből valamit nekem írnom kell? Hát nem vagyok mindenbe tudatos, de talán ez segít is az embernek. Beszélgettem az emberekkel, és akkor kirajzolódott előttem ez, amit az előbb már beszéltem, hogy ezeket érdemes megörökíteni, és aztán úgy haladtam sorra, hogy mindig kérdeztem valakit, hogy tud mondani valaki érdekes. Tehát ajánlás. És aki támogatott, ő is azt mondta, hogy nagyon érdekes ennek az asszonynak az élete, de csak annyiban volt érdekes, hogy rengeteget dolgozott, egyébként nem volt nagyon érdekes az élete, és még vagy két vagy három nem annyira érdekes élettel találkoztam. De hát nem lehet azt mondani, hogy hát mégsem írom meg, mert nem annyira érdekes, mert mindenkinek az élete a legérdekesebb. És kikerekítettem valahogy, kiemeltem benne azokat a dolgokat, amik neki kedvesek voltak, érzelmileg kötődtek hozzá, és nagyon boldoggá tettem őket ezzel. Biztos vagyok benne, hogy ez a kötet nagyon érdekes életeket összegez. Ugye 50 portré szerepel benne, ahogy az előbb is említette tanárnő. Nem is tudom, kiket szólaltatott meg? Milyen érdekes emberek akadtak a kérdések hát, végére? Amikor már elhatároztam, hogy tényleg komolyan ezt összeszedem egy kötetbe, akkor beszéltem szakemberrel, irodalmára, mert ugye én azért nem vagyok teljesen szakember, csak annyiban, hogy annyiban állok több lábon, hogy magyar rajzszakos tanár vagyok, grafikus művész, és írással is foglalkoztam, ez már a második könyvem, most egy harmadikat is írok, és akkor vége. Beszéltem szakemberrel, irodalmárral, aki azt mondta, hogy úgy lesz az érdekes, ha teljes merítést csinálsz. És valóban próbáltam minden népréteghez eljutni, akikhez hozzá tudtam férkőzni. És érdekes dolog, hogy összeszámoltam a végén, amikor kérdezték, hogy mennyi ember nem nyilvánult meg. Összesen 3. De az egyik azért nem nyilvánult meg, mert Pechemre a szomszédasszonyommal mentem, akit annyira nem szeretett ez az alany. Rossz volt az ajánlás. Igen. A másik, a parasztasszony nagyon érdekes élete volt, csak nem merte vállalni, hogy nehogy kinevessék. És a harmadik pedig akkoriban halt meg a férje, és ezért nehezen. Ez a 3, mert több ez mindenki. És kik voltak a legérdekesebbek? Gondolok itt arra, hogy biztos volt olyan asszony, vagy olyan férfi, akire szívesen visszaemlékszik. Igen, igen. Hát rögtön a kötet elején másodikként szerepel Bacsi Józsefné. Ez egy cigányzenésznek az özvegye, aki analfabéta, akinek borzasztó nehéz gyerekkora volt, tífuszba volt, mindenféle betegségben, nem szerette a nagyapja, anyja eltaszította magától. 13 évesen hozzáadták egy 18 éves fiúhoz. És mondja a végén, hogy a végén a szerelem is megjött, meg a szeretet is, bár gyereke nem volt. Nagyon nehéz élete, de a végén úgy megcsinálta magát, ezt tudom csak mondani, hogy tanítócsaládok és jegyzőcsaládok hívták magukhoz dolgozni. Főzött rájuk, a gyerekeire vigyázott. Tehát ilyen becsületes a szonet belőle, és még azt, hogy mondjam, mert ez egy kicsit magamat fényezném bele, ha szabad, hogy ismeretlenül mentem be hozzá, és rögtön megnyílt nekem. Aztán, amikor elmentem, látták a kocsit a ház előtt, és mondták a szomszédai, akik figyelnek rá, hogy,
hogy miért mondtad el ennek az idegen asszonynak az életére? Te semmi se tudsz róla. Hát, ha rossz lesz ez neked. És azt mondta, hogy én ránéztem, és rögtön tudtam, hogy megbízhatok benne. És ez tényleg megnyílott nekem. Hát ez abszolút azt is igazolja, hogy rajta kívül ugye 49-en szintén megnyíltak tanárnőnek, hogyha férfit kellene kiemelni most a cigányasszony után. Ha férfit kell kiemelni, akkor két ellentétes jut hirtelen eszembe. Az egyik egy kísérleti tehéntelepnek a gondozója, közvetlen szomszédom, nagyon munkás élete van. A másik pedig, hát te nem ismerheted, mert még talán meg se születtél, Németh Miklós miniszterelnök élete. Uh-huh. Ő kétszer is ült nekem beszélgetni. Nagyon-nagyon érdekes volt, és a legjobban az a monokon él? Nem. Ő csak visszalátogat a szülei, már csak a sírjához. És egy nagyon érdekes dolog azt mondja, hogy 10 éves voltam, amikor először láttam vonatot. 10 éves korában látott először vonatot. Ez nagyon érdekes dolog volt. És az, hogy a papok hogy nevelték őket, milyen szeretettel, milyen gonddal, odafigyeléssel is, és hogy az apai intermük egész életében végig kísérték. Ez nagyon érdekes dolgokat mondott el. És nagyon érdekes dolgokat olvashatunk akkor igen, a könyvben is. Én köszönöm szépen, tanárnő, hogy elfogadta a meghívásunkat. És engedje meg, hogy ajánljak a nézőknek egy másik kötetet is, hiszen a közelmúltban Kürti László, a Máté Szalkán élő tanárköltő a Csalásról című verses kötetének bemutatóját tartották. A költeményeket Trill Zsolt a Nemzeti Színház művészének előadásában hallhatták az Irodalom barátok, és most talán önök is itt a Weekendben. Megjavítottam néhány belvilágot. Külsőre nem volt semmi feltűnő, de tudtam, tágas, új világban járok. Tekintetem felment pár szenvedőt. És színre szín jött, Istenem, de sápat lett annyi minden, ami fontos volt. Míg dadogott a száj, égett a szájpad, csak gonoszkodtam, mint egy kis kobold. Az 5. kötetednek a bemutatóján vagyunk. Milyen érzés ez már az 5. a kezedben tartani? Valójában a hetriknél kéne már járjak a megírt szövegek alapján, de az történt, hogy kiadót váltottam, és ez a kiadóváltás nekem mindig valami nehezen akar menni, és most a Kaligram kiadónál jöttem, hála Istennek, amitnek nagyon örülök, és ezt önmagában egyfajta komoly, rangos díjnak tartom, hogy fogad engem a Kaligram is, és hozza a könyvemet, és lehetően a könyveimet a későbbiekben is. Valójában ez már régen megírt szöveg, mennyiség, együtt, szerkesztve, 3 éve készen van ez a könyv. Hogyan születnek a verseid? Hát ez nagyon változó. Van úgy, hogy a iklet elébe kell menni, tehát rendszeresen be kell ülni egy kávézóba, vagy tehát meg kell adni azt a klímát, ahol ezt meg lehet ezt csinálni, ezt az elébe menést, de emellett azért vannak, hál' Istennek, olyan versek is, amelyek teljesen meggondolatlanul tudnak érkezni, és hát persze idő kell. Pilinszky úgy körül mondta, hogy unatkozni kell hozzá, nem is feltétlenül unatkozni, de szabad idő kell hozzá, tehát teret találni arra is, időt, és kikövetelni magának az embernek azt, hogy tudjon foglalkozni a saját maga belső hangjaival, és ezeket meghallhassa. És az általában vett rohanásunkban ez szinte lehetetlen, vagy majdnem az. De ennek ellenére mégis az van, hogy azért a délutánra, mire a munkának vége van, próbálom magam összetákolni még úgy fejben annyira, hogy valahogy tudjak alkotói figyelmet is produkálni, és ebből aztán versek születhessenek. De legfőképpen azért azt veszem észre, hogy amikor szabadságos időszakok vannak, és nem kezdem el valamiféle manuális tevékenységekkel leterhelni magam, akkor azért van alkalom arra, hogy versek is születhessenek, mert nyilván útközben pedig nem csak a könyvekre összpontosít az ember, hanem a folyamatos publikációkra a szakmai lapokban. Tehát igazából a jelenlét az nem csak a könyvek szintjén, hanem a napi vagy a havi folyóiratok szintjén is jelen van. Az egy másik dolog, hogy ez koronázza meg valójában az ember szakmai dolgait, amikor összegyűjtve láthatja önmag előtt is a könyvet. Rengeteg elfoglaltsága van a Nemzeti Színházban, gondolom, és mégis elvállalta ezt a kötet bemutatón való szereplést. Mi az oka ennek? Hát azért vállaltam el őszintén, mert ugye engem egyszer csak Laci megkeresett,
már Pesten voltunk, és akkor, hogy lenne neki egy pár vers, amit én nem olvasnék föl, és akkor én majd kitenni a világháróra feldobná. És mondtam, hogy nagyon, nagyon szívesen, miért ne. Elküldt a verseket, elolvastam, és annyira nehezek és izgalmasak, meg nagyon egyedi hangzás az egész, hát szerintem ő maga aztán, amikor megismertem, akkor rájöttem, hogy az ő habitusából fakad az egész, természetesen. Úgyhogy most sincs nagyon időm, de mondom, itt majd szépen lassan elnyögdécselem ezeket a verseket, felolvasgatom, tehát nem olyan egyszerű, de izgalmas, van egy-kettő, tehát tele van rejtéllyel, csomó titokkal az egész. Nem tudom eldönteni, hogy ezt ő maga élte meg, vagy pedig fikciók. Nem tudom, majd mindjárt kiderül szerintem számomra is. Amikor van egy kis ideje olvasni, akkor miket szokott olvasni, költőket, írókat? Mi áll közel az ön szívéhez? Én a nagy klasszikusainkat, azokat József Attilától, tehát ezeket imádom, nagyon-nagyon szeretem. Nem igazán mondok verset. Az egy másik szakma, az egy más világ. Inkább a regények, meg hát annyi darabot kell nekünk olvasni, meg másfajta dolgokat, információkat szerezni, hogy az embernek mindig olvasnia kell, úgyhogy ez az embernek az életében benne van, legalábbis az enyémben benne van. De mondom, a versek azok úgy, hogy ott van az ágyam mellett, és akkor, ha kedvem tartja, akkor fölveszem, és akkor belekukkantok. Milyen feladatai vannak az idei évadban? Az idei évadban csináltunk egy részegeket Viktor Izsakovval, novemberben volt a bemutatója. Ez egy kortárs orosz darab. Aztán január 10-én átgondoltuk az egész Richardot, a harmadik Richardot átgondoltuk a Gobbi lent a stúdióban, a Nemzetének a stúdiójában, amit Gyulán készítettünk nyáron, és most pedig Zsoltér Sándorral Hüppolitoszt próbáljuk. Úgyhogy nehéz az élet. Az imént Kürti László kötetét ajánlottuk önöknek, remélem tetszett a kis összefoglalónk, és hát folytatjuk a sort, mert hogy nem feltétlen a nagy és tapasztalt felnőtt író ki a főszerep manapság, hanem egy diák is lehet nagyon tehetséges, sőt, könyvet is adhat ki. Erről beszélgetek, illetve erről is beszélgetek következő vendégeimmel, Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium igazgató helyetteseként, valamint egyik diákuk, Bíró Dóra is itt van, szervusztok! Szia. Nagyon nagy szó az, hogyha egy diák, egy tizenéves lány vagy fiú kötetet ad ki. Nálatok az egyik diáknak sikerült. Ki ő és mit alkotott? Rendhagyó, azt gondolom, és tényleg egy nagyon különleges dolog, mert azért, mint tudjuk, a gyerekeknek rengeteg a dolga. És az, hogy valaki annyira tudja koncentrálni a tehetségét, hogy képes egy teljes regényt is megírni, ez tényleg különleges. Úgyhogy én nagy örömmel mutatom is meg, még maradhatok címmel, Berecz Ramóna kötete, ő egy 12. évfolyamos végzős diák nálunk a Kossuth Gimnáziumban. Egyébként nagyon tehetséges, irodalomban emelt szinten fog érettségizni, és rendkívül aprólékosan bele tudja magát az egyes kis történetekbe tényleg fúrni, akár irodalomból, akár nyelvtanból. És hát természetesen a mai fiataloknak megfelelő gondolatmenettel alkotta meg ezt a kis regényét, ez egy misztikus, romantikus történet, úgyhogy abszolút a saját kortársainak, illetve az ezt kedvelőknek szól. Én nem tudom, hogy szakított erre időt. De hát eleve az, hogy egy regényre, tehát igen, hogy nem feltétlen csak egy szonettet írt, vagy kettőt, hanem itt tényleg egy vaskos könyvet láthatunk, hány száz oldal lehet, hát, nem is tudom. Igen, azt én sem, gyorsan, tehát 230-nál több oldal. Na, hát ez hihetetlen szerintem egy tizenévestől. Azt gondolom, hogy rendkívül elhivatott, mert van egy saját blogja is, ahol köteteknek a rezüméjével foglalkozik, illetve akár filmkritikákat is ír. Úgyhogy ő tényleg egy nagyon elhivatott kis lélek, hát reméljük, hogy a továbbiakban is lesz elég szerencsénk. Ez egyébként annyi a nehézsége a dolognak, hogy ez egy magánkiadású kötet, hiszen hát egy 18 éves se még a gyerek, tehát nem is igazán tudja, hogy merre, de nagyon jó, hogy ez így alakot öltött, formát öltött, és tudjuk őt abban támogatni, hogy különböző pályázatokat keressünk számára, ahol a nagy közönség elé tényleg nagy példányszámban, vagy akár a boltok polcaira is kerülhet az ő alkotása.
alkotása. Maximálisan támogatni fogjuk ebben, mert tényleg nagy dolognak tartjuk. Említetted a blog írást, hogy ahhoz is csatlakozott, nem feltétlen csak regényeket ír. Ha már blog, akkor nézzük a Tehetséges Dórit is. Te vlogoltál, de nem mostanság, hanem kiskorodban. Mesélj erről. Igen, ez így volt. Mikor apukám megvette az ovis ballagáskora az első kameránkat, akkor elkezdtem így a kamera előtt teljesen, mintha embereknek, nézőknek beszéltem volna, így elkezdtem beszélni hozzájuk, és teljesen beleéltem magam. Aztán így nagyobb lettem, és elkezdtem így apa mellett néha riporterkedni is. Így teljesen. Ezt olyan egyszerűen mondod, mintha leugrottam volna közértbe, dolog történt volna meg. Ebbe cseppentem bele kiskorom óta is, ez nekem természetes. Mivel foglalkoznak a szüleid? Apukám Kárpátalján videószerkesztő. Hát akkor megvolt az alapozás tényleg abszolút. Mi az, ami érdekel most már nagyobb lányként? Mi az, ami vonz téged, amiben szeretnéd megmutatni a tehetségedet? Mióta a Kossuth gimibe vagyok, egy nagyon jó művészettanárt kaptam, és elkezdett érdekelni a retorika, a szónoklat. És tanárnőt kértem, hogy versenyre írjon be, és az iskolában volt egy ötvös szónokversenyforduló, és tovább jutottam országosra, így arra készülök most. Ez úgy működik, hogy van fél órán kidolgozni egy adott idézetet, és aztán elmondani. Egy idézet alapján egy témát. Pont ezt akartam mondani, hogy nem olyan egyszerű ez. Igen. Megvan szabva ilyenkor egy adott versenynél, hogy mennyit kell írnod, vagy hány percben kell szónokolni? Igazából csak a perc van megadva, 3-5 perc. Az sem könnyű. Tehát nem egy igen, rövid időintervallumot kapnak a diákok. És ez is milyen érdekes, hogy más és más irányokban tehetséges diákok találkoznak, vannak egymás mellett a Kossuthban, de leginkább a humán beállítottságúak, jól gondolom, vagy abszolút más is megjelenik? A humán beállítottságú tehetséggel most kezdünk el foglalkozni. Ugye az elmúlt években azért a természettudományos tehetség gondozását nálunk is a középpontban, elsősorban ugye a fizika, de most már nagyon erőteljes a biológia és a kémia is, illetve ugye az informatika volt a másik kiemelt területünk eddig a médiainformatikával, és itt már egy picit össze is csúszik, hiszen nagyon sok gyerek a médiainformatika és a humán terület tehetségét tudja kombinálni, és most van az, hogy elkezdtünk a humán terület tehetségfejlesztésével foglalkozni, és így történhet ez meg, hogy ugye eleve a humán tehetség terület az egy nagyon összetett dolog, nagyon nehéz a tehetségfejlesztés, mert hogy például ha azt mondom, hogy irodalmi tehetségfejlesztés, az mit jelent tulajdonképpen? Mert irodalomtörténész lesz a gyerekből, vagy magyar tanár, vagy író, vagy egy jó rétor, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon széleskörű történet, úgyhogy most ezzel kezdtünk egy picit foglalkozni, és ezért van az, hogy most párhuzamosan ezek a gyerekek így a felszínre bukkannak tulajdonképpen a tehetségükkel, mert most kifejezetten erre koncentrálunk, hogy a humán területen tehetséges gyerekeket összegyűjtsük. A lehető legnehezebb feladat egy tanárnőnek, aki 45 perces órákhoz van szokva, hogy másfél percben összegezd, hogy mi is ez a program, vagy hogyan néz ki a kivitelezése ennek az egésznek. Egy nagyon izgalmas programba vágtunk bele, mi példakép programnak neveztük ezt el, Utak, szívek, példaképek a teljes címe. Olyan példaképeket mutattunk meg azoknak a gyerekeknek, akik humán területen vagy versenyeztek már, mint Dóri, és eredményeket is értek el, vagy csak érdeklődnek az irodalom iránt, és szívesen írnak, szívesen mélyednek bele egy-egy irodalmi alkotásba. Ezeknek a gyerekeknek 6 különböző területen dolgozó felnőttet kértünk föl. Egy színészt, egy írót, tévés műsorvezetőt, hírszerkesztőt, rádiós műsorvezetőt, színészt, akik a saját életútjukat mutatják be. Már volt is egy ilyen nagyobb közönség találkozónk, amikor a gyerekek a példaképekkel találkoztak, és most pedig egyenként a saját területünknek megfelelően fejlesztjük az ő tehetségüket. Hát remélem, hogy ezek a diákok és többek között Dóri is megtalálja majd a saját útját, és kamatoztatja majd tehetségét, és ki tudod majd virágoztatni azt, amit benned van, neked a többiekben is. Hányan vesznek részt ebben a programban körülbelül? Hát lassan meghatározhatatlan. Igen, mert az eredeti program az egy olyan 40 fővel indult meg, de folyamatosan csatlakoznak a gyerekek, és meg is engedjük ezt nekik. Na hát reméljük, hogy nagyon sokan érdeklődnek. Én köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és beszélgettünk a tehetségről, egy kicsit az irodalomról is, és most
Most folytatjuk a művészetek áradatát, ám zenével, egy lendületes, pörgős csapattal ismerkedhetnek a következő percekben. A The Big Bunny Hall Swinger Club nevű együttes, vagy csak röviden Big Bunny, swing punk vonalon mozog és alkot, már is kiderül, hogy mit tudnak. Szia Balázs, ugye te vagy a The Big Bunny-nak a frontembere, énekese. Mutasd be a zenekart, a hihetetlen hosszú nevű zenekarotokat. Milyen műfajban alkottok, és kik vagytok ti? Szia, meg én is köszöntöm a nézőket. Mi a Big Bunny Hall Swinger Club vagyunk, igen, elég hosszú a név. Eleve a swing zenekarok meg a big bandek eleve ilyen hosszú neveket választanak, úgyhogy ebből mi se akartunk kilógni. A zenekar az 2010 körül alakult. Ez egy itthon talán annyira kevésbé ismert swing-punk stílusú zenekar. Igazából a swing az még úgy nagyjából szokott is működni zenekaroknál, akár itthon, akár külföldön, de az, hogy egy punkkal, meg ilyen rockos témákkal vegyíteni, ez majdnem, hogy egy egyedülálló talán az egész világon. A zenekarnak a tagjai Mérges Norbert basszusgitáros, Tovola Norbert dobos, van egy remek fúvós szekciónk, Frankó Zsuzsi szaxofonon játszik, Pap Zoltán trombitán és Balogh Gábor harsonán, illetve hát én pedig Kejmer Balázs vagyok, én pedig gitározok és énekelek. Van egy hölgy is köztetek, mennyire borítja meg, vagy kavarja fel a vizeket néha? Mindig, amikor egy ilyen zenekarral találkozok, automatikus ez a kérdés, hogy akár a turnébuszon, tudod, srácok, álljatok már meg, mert nekem pisilnem kell, vagy éppen vásárolnom kell valamit. Nem, egyébként szó nincs ilyen, mert Zsuzsi az nagyon-nagyon frankó csaj, hogy ilyen jó kis szóviccel éljek, mert ugye a neve is ez. Nem, abszolút nem lók ki a sorból, teljesen beleillik a szerszágba, mindenképpen. Mesélj arról, hogy mi a célotok, ugye egy különleges műfajt választottatok. Ti is fesztiválzenekar szeretnétek lenni, vagy más a ti pályátok, akár mondjuk klubzenekarként szeretnétek funkcionálni. Mi a vágyatok? Konkrétan ilyen vágy nincsen, hát igazából nagyon szívesen játszunk fesztiválokon, és meg nagyon szívesen játszunk klubokba is. Mind a kettőnek megvan a maga varázsa. Én egyiket sem helyezném a másik elé, mert igazából mind a két lehetőséggel szeretek élni, meg szeretek minden rendezvényen játszani, legyen az kültéri, beltéri. Most a közelmúltban, januárban megjelent a lemezetek. Mondhatni, hogy a lemez, vagy ez már sokadik? Igazából ez a második, de ez is csak egy kis lemez, tehát igazából mi is, mint a legtöbb zenekar, inkább kis lemezekkel próbálkozunk. Manapság ennek a 12 számos ilyen nagy lemeznek talán már nincs annyira foganatja, meg eleve jelentősége, sajnos, rögtön teszem hozzá. Úgyhogy kis lemezeket szoktunk kiadni, sorban ez a második kis lemezünk, ami most januárban jelent meg. Mondhatni, a fő dalt, azt nem egyedül alkottátok meg, hanem felkértétek a Subscribe-ból, vagy éppen a Use Me-ból ismert Csongor Bálintot, ugye, aki a videóklipben is szerepel, énekel. Milyen volt vele dolgozni, és miért pont ráesett a választás? Hát Bálint remek énekes, úgyhogy nyilvánvalóan vele nagyon is jó dolgozni. Miért ráesett a választás? Igazából személyes kapcsolat fűződik hozzá, tehát a basszusgitárosunk Norbi, ő a főiskolás évei alatt, hát ők együtt laktak igazából a Bálinttal, ők egy csoportba jártak a fehérvári fősulira, és igazából ők annó így lakótársak lettek, és hát innentől folyamatosan azért nagyjából követjük az ő pályájukat is, meg hát így megmaradt az ismerettség, úgyhogy kézenfekvő volt, hogy őt fogjuk felkérni, mert maga a duettnek a terve, már egy régóta dédelgetett dolog a mi részünkről. A kislemez és a videoklip promótálása mellett milyen célotok van 2017-ben? Sok-sok fesztivál, klubkoncert, mit szeretnétek idén?
Igen, igen, pontosan ez, tehát minél több helyre eljutni. Na most a következő nagy terv az az, hogy, hogy vidékre próbáljunk meg minél többet eljutni, játszani, mert ez az, ami mondjuk tehát Budapest közeli zenekar vagyunk, Százszalombattán lakik a zenekarnak mondjuk azt mondom nagyobbik része. Úgyhogy elsősorban Budapesten szoktunk többet játszani, most inkább ezen próbálunk egy picit majd változtatni, hogy több-több vidéki fellépésre is eljuthassunk. Van arra terv, hogy esetleg jöztök a keleti végekre? Mindenképpen szeretnénk, igen, mindenképpen szeretnénk, így van, tehát akár konkrétan Nyíregyházáról is, hogyha beszélünk, persze, mindenképpen szeretnénk eljutni. Na reméljük, akkor nyáron találkozunk. Én köszönöm szépen Balázsa, hogy rendelkezésünkre álltál, köszönjük szépen! Én köszönöm. Szia-szia! Sziasztok! Munkásököl, vasököl, de szaptos szájat nem töröl már rég. Egyetlen tegnapi maradék. Nincsen vér és nincsen lófen, alvilági módszerekkel laboljál szét a mindenkinek. Ez volt a The Big Bunny, most pedig folytatjuk a művészeti blokkunkat. Volt már irodalom, zene, most egy kis múzeumi szösszenet következik. Bronz kis plasztika, ez a hónap műtárgya a József András Múzeumban. A részletek már is érkeznek. Ebben a hónapban a Nyíregyházi József András Múzeumban lépve egy mezítelen férfival találkozhat a látogató, mégpedig egy idősebb férfival. De ne gondoljunk rosszra, ez a férfi bronzból készült. A múzeum egyik legszebb régészeti tárgya, egy római kis plasztika. A 10 cm magas alak kontrasztpontban áll, testsúlyát a jobb lábára helyezi. A lelet valójában nem is szobor, a hátul lapos fej, a bal könyöknél és a jobb vállon látható törések jelzik, hogy valamilyen tárgyra volt felerősítve. De vajon mire? És még izgalmasabb kérdés, hogy kit ábrázol? A múzeológusok, régészek szerint valamilyen istent, talán Jupitert vagy Neptunuszt. Nézzék meg élőben is a kis plasztikát a Nyíregyházi Múzeumban. Thank you.